Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Augusztus 9-én pénteken 20 óra 30 perckor ünnepélyes megnyitóval megkezdődik a Királyi Napok rendezvény sorozata. Erről az ünnepség sorozatról tartott sajtótájékoztatót Cserpakovics András polgármester, Juhász Zsófia, Fehérvári Programszervező Kft. Ügyvezetője, Östör Anna Mária, Öreghegy képviselője, Evszegő Krisztina, a turisztikai ügynökség vezetője, és Majoros Andor, a Nemzetközi Néptáncfesztivál fesztiváligazgatója. Nézzük meg ezt az összeállítást. Pénteken kezdődik és augusztus 20-áig tart a Királyi Napok rendezvény sorozata. A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál a történelmi főváros legfontosabb eseménye. A programokról Cserpakovics András polgármester és a fesztivál szervezői tájékoztatták a közvéleményt. Mindenki visszaszámol már, magyarul nagyon-nagyon sokan várják azt, hogy 2019 nyarán is elinduljon a Királyi Napok másfél hetes rendezvény sorozata. Tényleg felsorolhatatlanul sok program elemmel ezen másfél hetes történelmi fesztivál keretei között. Ez a kis füzetecske ma már szinte inkább egy mini könyv, ami a másfél hét programjait magába foglalja. Rengetegféle eleme van a másfél hétnek. Én amit szeretnék kiemelni, hogy ez alapvetően egy történelmi logikájú fesztivál, és ez csak itt kizárólag Székesfehérváron kerülhet ebben a formában megrendezésre, hiszen az a hely, ahol vagyunk, az a Nemzet Történelmi Bölcsője, és a koronázási szertartásnak a helye. Az, hogy ezt megjelenítjük a 21. században is, az egyik oldalról tehát tudatos vállalása ennek a történelemnek, történelmi szerepnek és feladatkörnek, felelősségnek. A másik oldalon viszont lehetőség, hogy megmutassuk, hogy ez egy 21. századi lüktető modern város, ami szereti a közösségi programokat, vár nagy szeretettel mindenkit határon innen és határon túlról, a magyarokat és nem magyarokat egyaránt, és nagyon-nagyon sokféle kulturális értéket, kulturális szint vonultat föl ez a rendezvény sorozat. Azon belül a koronázási szertartás játékkal, ami pedig a magyarok vonatkozásában ezen 500 év tekintetében egyetlen egy hiteles hely van, ahol előadható, az pedig itt Székesfehérvár és annak a nemzeti emlékhelye. Lesz egy applikáció is, ez csütörtöktől lesz letölthető, ez is segít mindenkit abban, hogy tájékozódni tudjon, hogy megtalálja pontos programokat, helyszíneket, térkép áll majd rendelkezésre, és amit szeretnék kiemelni, hogy rengeteg önkéntes is segíti majd a különböző rendezvényeket és magának a másfél hetes rendezvénysorozatnak a lebonyolítását. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy ők ezt vállalták, azoknak az embereknek is, különböző szakmák képviselőinek, akik építettek, építenek azért, hogy péntek este elkezdődhessen az idei Királyi Napok. Várunk mindenkit az országalmához, a főtérhez. Most augusztus 9-én pénteken este 8:30-kor kezdődjön el a Királyi Napok 2019-ben is. Penkő Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. Szakmai vezetője megerősítette, minden eddiginél több nívós programmal kedveskednek az ünneplőknek. Az ország történelmi fővárosa, úgyhogy ide várunk mindenkit augusztus 9 és 20-a között. Nagyon sok programmal készülünk, szinte lehetetlen elmondani egy rövid interjúban, hogy hány program várja az ide látogatókat. De mint ahogyan elhangzott itt a sajtótájékoztatón is, és már többször kommunikáltuk, augusztus 9-én egy nagy fesztivál nyitánnyal fogjuk beindítani az egész Székesfehérvári Királyi Napokat. Fénysóval, egy olyan műsorral, amire már nagyon régóta készülünk. Ekkor indítjuk el a Fény utcát is, lesz 3D-s mapping épületvetítésünk, ami szintén egy izgalmas projekt. Ezt tavaly indítottuk útjára. Néptáncosokat, népzenészeket várunk a városba, fuvószenekarok lesznek velünk, akár az ifjúsági fuvószenekar szervezésében a Fehérvári Fuvósfesten, akár a Fricsai Regionális Katonazenekari Fesztiválon, ahol különleges gyepsót és szakalaki bemutatókat láthatunk majd a katonazenészektől. Természetesen a Néptáncfesztivál is várja az ide látogatókat, hiszen minden este az Icsi színpadon 11-e, augusztus 11 és 15-e között az esti gálákra várjuk az érdeklődőket, mint ahogy a napközben is a Néptáncfesztiválos programokra, és augusztus 17-től 19-ek pedig a koronázás ünnepi játékok, amire azt mondhatom, hogy a szívem egyik kis csücske. Sok van a rendezvények között, de mivel 2013 óta már a megszületésétől bábáskodhatom fölötte, ezért ez különleges helyet képvisel az életemben. Ilyenkor középkori öltözetbe varázsoljuk Székesfehérvár belvárosát. Az utcán zajlanak a különböző szórakoztató, kicsit történelmet is tanító programok, mint most újdonságként a Városháztéren a történelmi óriásak, amivel a Muhi csatát fogjuk bemutatni,
de ugyanúgy itt a szertartásjáték színpadán a negyedik Béla koronázását bemutató szertartásjáték Szikora János rendezésében. Régi zenei együttesek, kézműves programok, gólyalábasok, igazi kavalkád vár mindenkit. Augusztus 20-án pedig visszatérve a gyökerekhez, hiszen mégiscsak Szent István városaként, Szent István köré is építjük fel az egész ünnepségsorozatot, mint ahogy említetted, egy népművészeti fesztiválra várunk mindenkit. Az ország különböző részeiről érkeznek hozzánk együttesek, akik bemutatják népzenéjüket, hagyományaikat, szokásaikat, velük lehet testközelből megismerkedni, bemutatkoznak táncaikkal, zenéjükkel a Mátyás emlékműnél felállított színpadon is, utána pedig egy nagyon látványos, most már 21 óriásbábból, hagyományőrzőkből és néptáncosokból álló felvonulással indulunk el a fehérvári királyok menetével a Koronásparttól egészen a Szent István térig. Ez egy nagyon várt program, hiszen az óriásbábok mindenkinek a nagy kedvencé, és most már összefonódtak Székesfehérvár nevével is. Utána a Magyar Est, a Zicsi színpadon este 19.30-kor, ahol az Alba Régia Táncegyüttes 70 éves produkcióját fogjuk bemutatni, hiszen nagyon sokan kíváncsiak voltak rá a táncvilágnapján, de nem is fértek be a Vörösmarty Színházba. Itt most lehetőség lesz megnézni újra ezt a programot, vagy eljönni azoknak, akik ezt még nem látták, és 22 órakor egy tűzijáték fogja koronázni a 2019-es székesfehérvári királyi napokat. A hagyományoknak megfelelően idén is a Nemzetközi Néptáncfesztivál a királyi napok egyik legfontosabb eseménye. Az idén 70 esztendős Alba Régia Táncegyüttes megismétli születésnapi gáláját, és természetesen nem maradnak el a táncházban a folkestek sem. Megérkezett Kanadából, Quebec tartományból az egyik meghívott csoportunk, és a történet érdekessége, hogy az Alba Régia Táncegyüttessel 1986-ban voltunk kín Drummondville-be a táncfesztiválon, és ott csodálkoztunk rá, hogy milyen jó lehet egy kisvárosnak az, hogyha a világot elhozzuk hozzájuk, és az ő mintájukra szépen a 80-as évek végén Botos József atyáskodásával elkezdtük kicsibe a csoportok idehívását. Ez olyannyira kinőtte magát, hogy jövőre ünnepeljük a 25. jubileumi királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivált. Ezen túl pedig szintén fontos számunkra, hogy a 70 éves jubileumi gála műsor is megismétlésre kerül. Igen, augusztus 20-án kerül erre sor. A Táncvilágnapján, április 28-án, én úgy gondolom, hogy 4 teltházas műsort is tudtunk volna, illetve meg tudtuk volna tölteni a Vörösmarty Színházat, de erre sajnos nem volt lehetőségünk sem szabadnapunk, ugyanis a régi visszatérő táncosok mintegy 200 táncos vett részt ebbe a produkcióba, és úgy gondoltuk, hogy augusztus 20-a méltó ünnepi alkalom, hogy ezt megosszuk több ezer fehérvár, illetve ide látogató néző között. Nem marad otthontalan az sem, aki a táncházat választja, gyermekjátszó és táncház, folkestekkel. Azt hiszem, hogy ez egy kivételes lehetőség, hogy mindenki elmélyüljön a táncban, mint eddig. Igen, hát már évek óta azon igyekszünk, hogy a ideérkező külföldi csoportok minden korosztályt megmozgasson. Így lesz a Mátyás király emlékműnél 11 órakor kezdődően királyi játéktér, ahol egy kicsit ilyen sportügyességi játékaikkal szórakoztatják a közönséget, családokat. A külföldi csoportok lesz a Mátyás király emlékműnél térzene, ahol a utcazene jelleggel a csoportokat kísérő zenekarok mutatkoznak be, természetesen a táncházba királyi gyermekjátszó 16 órától kezdődően, ott már a saját népi táncaikat, népzenéket, gyerekjátékaikat tanítják meg az odalátogatóknak, és hát a legnagyobb buli a nagy színpadi Zicsi gála után mindig a 21 óra 30-kor kezdődő folkest, amik közül idén augusztus 14-én a Besodrom zenekart sikerült újra ide varázsolni közénk. Östör Anna Mária önkormányzati képviselő az augusztus 19-én megrendezésre kerülő öreghegyi mulatságra invitálta meg a szórakozni vágyókat. A Bori téren újdonság lesz idén a gyerekeknek rendezett interaktív játszóház, de minden korosztály találhat magának kedvére való programot. Nagyon örülünk annak, hogy Öreghegy az a városrész, ami a legszervesebben kapcsolódik ehhez az ünnephez. Mi már régen is a királyi napok részének tekintettük, és ez most még nagyobb hangsúlyt kap az idén.
Mindenkit várunk szeretettel 15 órától, újdonság, hogy interaktív gyerekjátszóval kezdünk, utána a borrendek felvonulása, különböző zenés programok, a sztár vendégünk az idén Viki Dál Gyula, és nem maradhat el a nagyon sokak által várt utcabál a Phantom zenekarral, és a világ legcsodálatosabb tűzi játéka, amelyet éjfélkor a Bori Várból fogunk feldőlni. Ami még újdonság, hogy mivel Öreghegyen egy színpad fér el, épp hogy, az átszerelések, a zenekarok átállása közt is szünetet, most megpróbáljuk utcazenészekkel, utcazenekarral kitölteni, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. A város imázsát építő rendezvény sorozatról Evszegő Krisztina, a Fehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy a fesztivál csak Székesfehérvárhoz köthető és olyan egyedi eseményekkel, színvonallal bír, amely a kezdetektől megduplázta a vendégészakák számát. Mi a Turinform irodában ezt tapasztaljuk is, egyre többen érkeznek évről évre erre a rendezvényre, egyre távolabbi részeiből az országnak, illetve határon túlról is nagyon sokan jönnek. Mi a Turinform irodában ezért kiemelt időszakként tekintünk erre a rendezvényre. Az irodát is hosszabb ideig tartjuk nyitva, este 8 óráig, illetve a Városház téren külső információs ponttal segítjük az ideérkezők tájékozódását egészen este 10 óráig. Ezen az információs ponton kérdőívezünk is, szeretnénk mindenkit arra bíztatni, hogy minél többen töltsék ki azt a kérdőívet, ami többek között az újonnan megjelent királynapos applikáció használatáról érdeklődik, lehet szerencsekereket pörgetni és nyerni hozzá. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a Turinform külső információs pontján, tehát a Városház téren lehet majd érvényesíteni azokat a menetjegyeket, amelyek segítségével 50%-os kedvezménnyel utazhatnak Székesfehérvárra a látogatók augusztus 17 és 20-a között. Bízunk benne, hogy minél többen fognak élni ezzel a lehetőséggel. A Turinform irodában pedig természetesen a szokásos információszolgáltatással várjuk a látogatókat, és egy különlegességgel velünk lesz a rendezvény alatt Alba, a jól ismert székesfehérvári robot, akitől lehet kérdezgetni is majd. A sajtótájékoztatón Cserpakovics András polgármester az előkészületek kapcsán köszönetet mondott mindenkinek, aki épít, részt vesz a lebonyolításban és az utómunkákban, valamint köszönetét fejezte ki a Melanyi önkéntesnek a közreműködésért. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk augusztus 9-én a Városház téren. Viszontlátásra!